Most már egyre többen és többen jönnek előre az akciókkal. Karán óriási hibája. Radó még mindig Halmosi elviszi az embert. És megszerzi a vezetést a hazai együttes. Ezt nagyszerűen csinálták, és a végén az a Gyurián lövi a gólt, aki a szünetben állt be. Karán óriási hibája kellett ehhez, hiszen úgy került Radó elé a labda, és aztán belépett a támadásba ott a jobb oldalon Gyurián, aki kilőtte a hosszút. 10. perc a második fél időben, 1-0-ás haladás vezetés. Mondhatjuk, hogy Jartner Tamás remekül cserélt. Itt a nagy hiba. Tovább csorog a labda. Radónak egy picit még ráadásul tartani is kellett, hogy jöjjenek a többiek, és aztán nagyon jól látta, hogy belép az akcióba Gyurián. Két Kecskeméti között oda juttatja a labdát, ő pedig abozás nélkül egytől célba vette a hosszú fölsőt. Egy nulla, hát most nyilván változni fog a játékképe. Már az elmúlt percekben is változott, de lám, kitámadott a Kecskemét, és azonnal kihasználta a lehetőséget a haladás.